és nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Servicenet Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Nevem senki. Azért érdemes odafigyelni rám. Az ország bármely pontján is jár, keresse, vegye, olvassa. Pártoktól, bankoktól független szókimondó heti lap. Nevem senki. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója a KVON. Hölgyeim és uraim, elindult a nyeretlenek gátversenye. Ez a lóverseny az éjszakában második felvonása két héttel ezelőtt. Nagyszerű körülmények között közel 4000 néző előtt rendezték meg ezeket a futamokat, és hát bízom benne, hogy most is nagyon sokan tartanak velünk itt a helyszínen, illetve a televízió közvetítésnek köszönhetően a Sport 2-n. Jól sikerült az indítás a mezőnynek, az osztrák vendég Top Chill a mezőny végén, elég rutintalan ló, jól együtt galoppozik az egész mezőny, és Thor az, aki vállalja magára a vezetést. Thor mögött Blanka. Thor, Blanka, majd Ideo és Tündértánc. Ez az első négy ló sorrendje. Szabátó is sor kezdett, csak úgy, mint Astraios. Mögöttük egy picit lemaradva Seherezádé, a mezőny végén pedig a csupán második versenyében versenyző Top Chill színeit látjuk. A kanyarban résen kell lenni a lovasoknak, hiszen a pálya védelme miatt, a belső spúr védelme miatt mobil barrier van a pályán. Ugye a hétfőn Millennium ID többek között a tavasz legnagyobb versenye, de azt hiszem, hogy ez nem fog majd problémát okozni, hiszen a lovasoknak erre fölhívták a figyelmét, és kiválóan belovagolt lovakról beszélünk. Gond nélkül átment át a mezőny az első kanyaron, és Thor most már egyértelműen vezet, és talán növeli is az iramot a zuhogó eső ellenére. Ez elég jó tempó, Thor az első, és ön a mezőny a következő ugrásra, mögötte remekül tartja magát Blanka, Thor, Blanka, Tündértánc, ez az első három lósorrendje, Szabátó nagyon jó pozícióban van, mögöttük látom Ideót, és az újonc szépen beugorta magát, az újonc ugró Top Chill, már ott van a közvetlen élmezőny mögött a hatodik helyen, egy picit visszacsúszott Astraios, ez némileg meglepetés a mezőny végén, az a Seherezádé, aki két héttel ezelőtt a verseny ezen szakaszában követett el hibát, most azonban ő is versenyben van, nagyszerűen, nagyon magabiztosan ugrik a mezőny, és úgy látom, hogy továbbra is Thor az első, Adam Kmellel. Thor az első, előnye másfél-két hosszra tehető Blankával szemben. Blanka két héttel ezelőtt a harmadik helyen ért célba, az egy nagyon biztató futása volt, Tündértánc ugyanakkor a hatodik volt. Szabátót látom a negyedik helyen, előtt a harmadik helyen Tündértánc. Egy picit kezd megnyúlni most már a mezőny, továbbra is elég hátul Astraios, és most már egyértelműen visszacsúszott Top Chill. Jönnek a lovak most már lassacskán a befutó egyenesre, és a vezető kettősnek elég komoly előnye van. Ez mint egy 5-6 hosszra tehető, de hát ugró versenyben ez még simán ledolgozható. Vezet továbbra is Thor. Thor az első. Thor vezet, József Rosszivál idomítottja, mögötte pedig ott van Blanka. Thor, Blanka kettese fog befordulni elsőként a befutó egyenesre. Ez már a cél egyenes, mögöttük a harmadik helyen továbbra is Tündértánc színeit látom. Nagyon közel hozzájuk Ideó, illetve Szabátó. Könnyen kézből vezet még mindig Thor. Thor az első előnye, másért két hosszra tehető, mögölőle pedig megindultak a többiek. Astraios akár még a dobogóra is fölérhet, mert nagyon megindult a végén. Astraios átszaladhat mindenki, az utolsó 100 méter, és még mindig elől van Thor. Thor mögött azonban most már ott van Astraios, most már előtte van Astraios, és Astraios csodálatos versenyt futva végén győz. Astraios várásra lovagolva meglep mindenkit, és egy nagyszerű versenyt futva megnyeri a nap első futamát. Start, elindult a lovas utánpótlás handicap futama, 5 ló a startnál, és Álomhercegnőt lovasa érre lovagolja, Álomhercegnőt Kovesdi Zsolt hasonló taktikával lovagolja, mint ezt tették vele a zsokék. Mögött egy-két hosszal következik Szuvenír, majd középen Donna Préma, a mezőny végén pedig Csupor Ferenc két idomítottja, két bábolna, Tata is ló, Bahama, illetve Timike. Az öt lovas mezőny jól együtt van, egy másfél-két hosszal vezet Álomhercegnő,
aki magára vállalta a vezetést, és elég jó tempót diktál a mezőnek 1600 méteres távon. Souvenir Csiki Orsolyával pedig tapad a vezető ló mögé, mögöttük Dona Prima a harmadik helyen, majd jön Timika a mezőny végén, Bahama, nagyon jól együtt az egész mezőny, a kis mezőny, remek versenyt futnak tehát a fiatalok, és továbbra is vezet Álomhercegnő. Még mint egy jó 1000 méter van hátra a versenyből, és Álomhercegnő vezet, Székely Károly idomítottja, tartja ezt az egy másfél hosszas erőnyét az élmezőnnyel szemben, Bahama kezd egy picit lemaradni, negyediknek csúszott vissza időközben Donna Prima, de két hete is igencsak hátulról csatlakozott Donna Prima és szerzett második helyezést. Két héttel ezelőtti győztes már a harmadik helyen Timike, és a nagydíjakat megjárt Souvenir pedig csak figyeli az előtte versenyző Álomhercegnőt. Álomhercegnő, Souvenir kettőse úgy tűnik, hogy kiválik a mezőnyből, és most már elkezdi lovagolni Souvenir Csiki Orsolya, és a falon még útja is lesz. Jön az utolsó 350 méter, és még mindig vezet Álomhercegnő, azonban ő támadja Souvenir. Souvenir a nagydíjakban nem ért meg, most azonban nyerhet. Souvenir az első, most már átvette a vezetést Álomhercegnőtől. Álomhercegnő most is remek versenyt fut. Jön az utolsó 150 méter, és Álomhercegnő vissza tud támadni. Álomhercegnőt meglovagolja Kövesdi Zsolt, és visszajön Álomhercegnő, vagy Souvenir. Álomhercegnő visszajön, Álomhercegnő megnyeri a versenyt, Souvenir mögött a második, a harmadik helyre pedig megérkezik Timike. Hat kutya, hat esély. A nyúl elindult és tart, elindult a verseny, nagy szerencségre az indítás mind a hat kutyának, pirosban Hópi hekezett a legjobban, de kékbe Gratiri is jól tartja magát, jön fehérbe Joker, jön a favorit, elég nagy a hátránya, még mindig vezet Hópi, Hópi megnyerheti a versenyt, Joker ugrásról, jön erőre, Joker a nyerő, Joker győz, Joker az utolsó ugrásokon megnyeri a versenyt. Jön a 200 méteres verseny, és tart, elindult a futam, hibázik a hármas számú Suzy, és úgy látom, hogy hibával kezdett Rustic Rosie, ez pedig kisasszony Malmára hajtatja a vizet, illetve Cairo Sunnak kedveszett, az utolsó 100 méteren ők csatáznak a győzelemérés kívül, kisasszony fog győzni, a legjobb esélyképviselő ló megveri Cairo Sunt, kisasszony és Cairo Sun a 11 éves rutinos lovak csatáját láthattuk itt a döntőben. Start elindult a futam, Valley Guardian Handicap startautó nincs legalábbis a nap első felében, mert igencsak felázott a pálya az elmúlt napok heves esőzése miatt. Medálja kezdett remekül a versenyben, illetve Olisan. Medálja Olisan vállalja magára a vezetést, mögöttük jó pozícióban a játékosok nagy kedvence, Illedabi a második kettesok a tagjaként versenyez, és összességében elmondható, hogy nagyon jó startot vett az egész mezőny. Sebes indult egy picit gyengében, a boly végén üget néhány hosszra lemaradva, illetve már van egy diszkvalifikált lovunk, Rosie Bust láttam hibázni. A lovak már az első egyenesben járnak, és a vezető kettes fogat még mindig jól tartja magát. Olisan, illetve Medália diktálja tempót a starttól kezdve. Mögöttük Fodor Lászlóval remek versenyt fut Pannuszkom benne a falon, mellette pedig ott van a második kettes fogat külső tagjaként a hetes számú Ileda B, és Rosie Labus kivételével mindenki versenyben van. Sebestek van néhány hosszas hátrány, a többiek nagyon jól együtt, a boly végén Séz VVL Lakatossal. Már egyedül az élen Medália, Olisant egy picit bíztatnia kell Szárral hajtójának, benne a falon továbbra is jól tartja magát Fodorral, Pannuszkom mellette Illedabi, és úgy látom, hogy a vezető lovakhoz kapitány próbál meg csatlakozást találni, a harmadik pozíciót fölvállalva, és egyértelműen megérkezett Oscar Wilde is a közvetlen élmezőny mögé, és ott van Nubi is nagyon-nagyon közel. Izgalmas utolsó verse, utolsó 6-700 métert fogunk majd látni, mert amikor a lovak már a túlsó oldal közepén járnak, továbbra is nagyon jól együtt az egész mező. Még mindig vezet Medália. Lehet, hogy azt a medáliát látjuk, aki évelején nagyon erős volt, és kétszer volt második. Medália egy hosszal vezet, Olisan mögött a második, Illedabi, illetve Pannuszkom továbbra is jól tartja magát. Mögötte jönnek most már a lovak az utolsó 500 méterre, az utolsó kanyarban jár a mezőny, és elindította Kelemen Illedabit, a harmadik pozícióban már Illedabi támad. Patricia Kolozsi Lászlóval is megjelent a vezető lovak mögött, amikor a lovak már a kanyar közepén járnak. Vezet most már talán Illedabi, de még a belső spurt Medália tart. Medália, Illedabi, Olisan és Pannuszkom, ez az első négy ló sorrendje, amikor jönnek most már a lovak az utolsó 300 méterre, már a befutagyenes elején járnak, és óriási küzdelmet láthatunk Medália, illetve Illedabi között. Illedabi vagy Medália döntheti el ezt a versenyt, de mögöttük is óriási a tömörülés, és kívül jön nagy lendülettel Veres Évával lova. Jön az utolsó 150-200 méter, és Rozália át fog szaladni mindenkin. Rozália nyeri a versenyt, a végén egy könnyű, biztos nyerő, Illedabi lehet majd a második, és Oscar Wilde szerezheti meg majd a harmadik helyezést.
start, elindult a verseny, és rögtön hibázik az egyik ügető, Rafael Böjt, Vargas Sándor kezében ugrott el magát. Jól kezdett Oldtimer Diamandé, és Rocketbo is jól kapta el a start pillantát, sőt, magára vállalja talán a vezetést is Rocketbo fazekassal, mögötte pedig Prudy jön föl a 8-as startszámról, de amikor a lovak már a kanyarban vannak, akkor Prudy is megérkezett a vezető lovak mellé, és Rocketbo pedig egyértelműen most már elől van. Rocketbo vezet, Oldtimer Diamond mögött a második, és Prudy ez az első háromló sorrendje, és Prudy mögött jön a nagy favorit Harlinda, ő is tehát kettes, ő is a második pozíciót fölvállalva a második kettesokat külső tagjaként fog versenyezni. Garán Zolnai kezében Rahel nagyon jól tartja magát, ő a harmadik kettesokat külső tagjaként versenyez, Nemzetes úr van még benne a falon, a versenyben lévő lovak egyébként nagyon jól együtt, a mezőny végén Silver Lady, Rafael Bitt hibázott a start után, őt már diszkvalifikálták, a többiek viszont nagyszerű versenyt futnak. 1100 méter van még hátra a versenyből, és vezet gyakorlatilag az első kanyar óta a 6-os számú Rocketbo. Rocketbo az első, mögötte pedig ott van jó pozícióban Prudy. Rocketbo, Prudy, Oldtimer Diamond, ez az első háromló sorrendje, majd jön a favorit Harlinda, benne a falon Nemzetes úr remekül tartja magát, Ryan, illetve Silver Lady a lovak további sorrendje. Nincsen semmi változás a verseny középső szakaszában, szépen egymás mellett üget a mezőny, 20 méteren belül helyezkednek el a lovak, amikor a lovak most már megérkeznek a túlsó oldalra. A túlsó oldal elején sincsen még támadás, vezet Rocketbo. Rocketbo az élen tavaly 8 versenyt tudott nyerni, és idén is van már győzelme, mellette ott van Prudy. Rocketbo, Prudy, Oldtimer Diamond és Harlinda. Semmi változás, jönnek most már a lovak az utolsó 600 méterre, és a vezető lovakat még senki sem támadta meg. Rocketbo vezetésével érkeznek majd a lovak az utolsó kanyarban. Rocketbo mellett Prudy elég erősnek tűnik, és Prudy támadást indít, és Prudy hátán jön Harlinda, hibázgat Rahel, és ő ki fog esni a versenyből. Még mindig vezet Rocketbo, Oldtimer Diamond kezd fáradni, és visszacsúszott a negyedik helyre. Prudy már támadásban van, és Prudy hátán jön Harlinda. Harlinda majd csak az utolsó 150 méteren fog támadni. Rocketbo vezet, Prudy, Rocketbo, Prudy, Harlinda. A favoritok nagyszerű versenyt futtak a győzelemért, három szinte teljesen együtt. Rocketbo egy pillanat, mintha megbillent volna, de még mindig elől van. Rocketbo az élen, óriásit védekezik, kívül jön Harlinda, és Harlinda a legerősebb. Harlinda meg fogja nyerni a versenyt. Harlinda győz, Prudy mögötte a második, a harmadik helyen Rocketbo, majd jön a végén Oldtimer Diamond a negyedik helyre. Start, elindult a nap hatodik futama, a Kalidi napi főverseny. Hát a falra induló lovaknak most már több helyük volt, így aztán ők is be tudtak fordulni. Orinoco kezdett jól, aztán Palko veszi át tőle a vezetést. Palko jön mellette, Nixon és Philadelphia, ők hárman vezetnek, és már az élen van Palko Kovács Dórával, és diktálja a tempót, amikor a lovak az első kanyarban járnak. Hiba nélkül jött el egyébként az egész mezőny. Ripley a falra fordult, a középmezőnyben helyezkedik, Nobody és Őrangyal pedig megkezdi a zárkózást, a két hátulról indult ló közül Nobody van előbb talpon, így értelemszerűen Őrangyal zárja a sort, de hát nagyon sok van még hátra a Magyarországon született lovak részére kiért versenyben. Vezet Palko előnye másfél hosszra tehető Nixonnal szemben, Palko, Nixon, majd jön Orinoco és Philadelphia, ez az első négy ló sorrendje, a mezőny végén még mindig Nobody és Őrangyal, szépen lassan megkezdik a zárkózást, Palko vezetésével pedig a lovak megkezdik az utolsó kört. Az élmezőny az élről fordult hetes szépen összerázódott, az élmezőny végén Ördög Hegedűse, illetve Nyíres, mögöttük pedig Nobody és Őrangyal, és amikor még mintegy jó 1000 méter van hátra, akkor a két hátsoló is megérkezik a boly végére. Nagyon nyílt és látványos küzdelemre van kilátás majd a verseny utolsó harmadában, hiszen nagyszerű versenyt látunk. Palko vezet, Palko mögött ott van Nixon. Palko, Nixon, ez az első két ló sorrendje mögöttük továbbra, és Philadelphia színét látom a harmadik helyen, majd jön Orinoco Lakatos Árpáddal, az ő hátán pedig most már Ripley színeit látom, Ördöghegedűse benne a falon, és hiba nélkül Nyíres is komoly meglepetést okozhat, Nobody mellé megérkezett Őrangyal. A lovak a túlsó oldal közepén járnak már, és nagy kedvel versenyez Palko, tartja ezt a másfél két húszas előnyét a mezőnnyel szemben, a mezőny kettesakatokkal rendeződött, Palko pedig egyedül vezet. Palko elsőként ér az utolsó 500 métert jelentő oszlophoz, és elindult Őrangyal nagy hajrát nyitva, a harmadik pozíciót fölvállalva. Vezet Palko, Palko az első, a kanyarban pedig jön, támad Őrangyal, a harmadik pozícióban kell az egész mezőn megkerülnie, és Ripley elindul könnyen kézből Velko Mazsittyal. Az istálónak meg lehet az ide a mai nap, a negyedik sikere. Úgy látom, hogy rajta kívül Őrangyal egyértelműen bejelentkezett, akár még a dobogó legmagasabb fokára.
Falkó még vezet, de most már megérkeztek mögé a legnagyobb riválisok, Ripley, illetve Őrangyal. És Őrangyal nagyon friss a végén. Őrangyal veheti át a vezetést, Falkó a végére elfárad, és Őrangyal ledolgozva a 20 méteres térhátrányát, meg fogja nyerni a Kali díjat. Őrangyal a nagy díjak után itt a napi főversenyben bizonyít. Őrangyal a győztes, nagyot futott Nyíres, ő is felállhat a dobogóra, Falkó a végén kikap tőlük. Start, elindult a nap első futama 1400 méteres távon, és Candy remekül vette a startot, de összességében jól együtt az egész mezőny, a mezőny végén az újonc Night Sam. Az első 150 méter megtétel után változás az élen, és Kryptonit veszi át a vezetés Dennis Schürgennel. Kryptonit a telivérfarmistáló lova már vezet, de Ramses talán nála is gyorsabb, és átveszi tőle a vezetést Pesti Angyal, és Ramses ez az első két lósórendje, mögöttük pedig ott van Kryptonit. Három favorit diktálja a tempót, amikor a lovak elhagyták most már az ügető átjárót, és még mintegy 1000 méter van hátra a versenyből. Kezd megnyúlni a mezőny, egy pici meglepetés, Candy visszacsúszott a mezőny végére Martinellával, nincs messze a vezető lovaktól, de a mezőny második feléből kell majd zárkóznia, az újonc Night Sam zárja a sort. Vezet Ramses Fézer Roberttel, amikor a kanyar közepén járnak már a telivérek, és még mintegy jó 600 méter van hátra a futamból. Ramses könnyen kézből galopozik mellette Pesti Angyal. Ramses Pesti Angyal kézzel már kriptonitot lovagolni kell, akit elég régen látunk még két évesen versenyezni, és zárkózóban van reménység Robert Sarával. Jönnek a lovak most már a befutó egyenesre, és Pesti Angyal és Ramses vezetésével fordulnak az utolsó 400 méterre. A vezető kettős nagyon jól együtt galopozik, mögöttük pedig szorosan kriptonit a harmadik helyen. Véletlenül ez a hármas fogja eldönteni a versenyt. Jön Candy nagyon messziről, talán még fölérhet a harmadik helyre. A távolszlopnál két ló csatázik a küzdele a győzelemért Pesti Angyal kívül, belül pedig Ramses, Pesti Angyal, Ramses és Kryptonit. Kryptonit az utolsó 105 méteren nagyon erős, Dennis Schürgen versenybe dobja, és Kryptonit át fog rajtuk szaladni. Kryptonit a harmadik helyről jön föl a végén. Kryptonit a nyerő. Start, elindult a nap második futama, és tökéletesen sikerült az indítás az egész mezőnek. Vagadugu Dan kap egy picit nehezen lábra, helyből gyors szemen fénye, legutóbb sokáig vezetett a hosszabb távon. Mafumo most is nagyon gyors helyből, és ott van Spieler is. Ez az első 3-4 ló sorrendje, és Dimenzió és Németh Sándorral remek startot vett. A mezőny végére esik vissza Mára, Maros és Lilfast is elég hátul van. A túlsó oldal végén járnak a telivérek, és maga biztosan vezet szemen fénye mögött továbbra is ott van. Mafumo, de ezúttal csak a harmadik helyen, és Dimenzió pedig a második helyen. Mafumo a jobbak között azért már nem tudott elmenni vezetni, jól zárkózik Spieler, Vagadugu Dán is megkezdi a zárkózást, amikor a lovak a túlsó oldal végén járnak a kanyarban, a kanyar második felében, és My Fairy is bejelentkezett ott a mezőny közepén. Könnyen kézből vezet szemenfénye. Szemenfényének van 2-3-20-as előnye, Spieler azonban kívül nagy lendülettel támad Jaroszláv Línekkel, és Dimenzió is jól tartja magát. Jön az utolsó 300 méter, és még mindig maga biztosan vezet szemenfénye. Szemenfénye az első, Vagadugu Dan és Spieler jön kívül, és csatlakozást talált Lilfast, Mafumo pedig kezd visszaesni. Az utolsó 150 méteren Spieler utolérte az eddig vezető szemenfényét. Spieler vagy szemenfénye, szemenfény átvette a vezetést, de szemenfényét többen is támadják. Spieler még elől van, Spieler mögött majd Lilfast lehet a második, Spieler, Lilfast és Vagadugu Dan, a sokáig vezető szemenfénye, negyediknek esik vissza. Start, elindult a nap negyedik magyar futama, áll a műző egy picit ágaskodva, ugrott ki a gépből, összességében jól együtt az egész mezőny, és Sárjár megy el vezetni. Úgy tűnik, hogy Sárjár gondoskodhat majd a tempóról, de most már változás lett az élen. Államűző veheti át tőle a vezetés, és ott van Luxton, Korona Károly két időmítottját jól kezd, és innentől számolva még egy kör van hátra a versenyből, a mezőny végén pedig Szonya színét ünnek föl Nicole Pollival, nagyon sok van még hátra a versenyből, amikor jönnek a lovak az első kanyarba az élen. Sárjár szép győzelem után fut, mögötte pedig most már Államűző színét látom, megérkezett a vezető lovak mögé a falon, Málnaszer Paton a harmadik helyen, majd Luxton színét ünnek föl, jön Lisetta Szlovákiából, és Szonya zárja sort néhány hosszal kiszakadva. Lucy pedig Josef Parivállal az utolsó előtti helyen, a boly végén helyezkedik, egyáltalán nincsen rossz pozícióban. A lovak most már jönnek ki a kanyarból, és a túlsó oldalra fordulnak, még mintegy jó 1600 méter van még hátra a versenyből, és annyi változás történt, hogy Sárjár mellé most már fölmegy Áloműző. Sárjár Áloműző, elég jó a tempó,
a 2200 méteres versenyben. Mögöttük Luxton és Manoszer színét látom, Szonya pedig ha lassan is, de megkezdi a zárkózást, Lisetta és Lüsi továbbra is a boly végén. Jönnek a lovak most már a túlsó oldal végére, valamivel több mint 1000 méter van még hátra a versenyből. Lisetta kezd visszacsúszni, Lisettának csupán ez a második versenye. Picit bedobták tehát a mély vízbe. Sárjár nagyon erős tempót diktál, de úgy tűnik, hogy ezt most már nem nagyon tudja tartani. Áloműző veheti majd át a vezetést, egy dögbögberi ivadék. Áloműző most már egyértelműen vezet mellette benne a falon Sárjár. Áloműző, Sárjár, ez az első két ló sorrendje. Elég jól jön Málnoszer, talán ők alapozik a legkönnyebben, de Lüsi is nagyon-nagyon jól mozog, és jön Luxton, és a mezőny végéről Szonya is elé fog indulni. Egyértelműen csökkent Szonya hátránya többiekkel szemben. Sárjár nagyot küzd, mint legutóbb, és még mindig vezet, azonban kívül Málnoszer meg fogja támadni, belül pedig van útja Lüsinek. Hárman teljesen együtt, Áloműző is elég közel van hozzájuk, és még Szonya is bejelentkezhet a dobogós helyezésre. Átvette most már Lüsi a vezetést, Lüsi elől van, Lüsi most már vezet 2-3 hosszal, mögötte pedig ott van Málnoszer. Lüsi az éle, Lüsi megnyerheti a versenyt az utolsó 100 méteren. Lüsi nagyon magabiztos, 2200 méteren ez egy jó forma lesz, mert egy nagyon gyors átfutott verseny volt. Lüsi könnyen ér haza, és komoly távbírást igazolva nyer. Mögötte második lesz Málnoszer, harmadik helyre pedig bejött Sárjár. Start, elindult a nap ötödik futama, jól sikerült az indítás az egész mezőnynek, és Berkenye vállalhatja magára a vezetést. Berkenye mögött Diplomata, Berkenye, Diplomata, Búbita, ez az első három lósorrendje, amikor a lovak már meg is érkeztek a kanyarba, jól együtt az egész mezőny, a mezőny végén Snell, Varga, Anitával, nagyszerűen együtt galopozik a mezőny az első 150-200 méter megtétele után. A lovak a túlsó oldalra fognak fordulni Berkenye vezetésével. Berkenye mellette Diplomata, akinek nagyon fekszik az 1800 méter, Búbita mögöttem, majd jön Happy Man, és Mirabolán a lovak további sorrendje. Kolibri még a középmezőny tagja, a mezőny végén Lady Kate és Snell színei tűnnek föl. Utóbbi kettő néhány hosszra kiszakadva galoppozik, még a vezető kettősnek is van 2-3 hosszas előnye a jól együtt galoppozó középmezőnnyel szemben. A lovak elhagyták most már az ügető átjárót, és továbbra is tartja a falat Berkenye. Berkenye tartja vezető pozíciát, a jobb spurt, Berkenye mellett pedig ott van Diplomata. Berkenye, Diplomata, Búbita és Happy Man, ez az első négyló sorrendje, majd jön Mirabolán, Mirabolán mellett pedig Kolibri színeit látom, zárkózóban van Lady Kate, és talán Snell is megindul. A lovak már az utolsó kanyarban járnak, még mint egy jó 600 méter van hátra a versenyből, és nincsen semmi változás. Diplomata lassacskán most már átveheti a vezetést, jó versenyfut Búbita, idén még ilyen erős nem volt, ott van nagyon szoros harmadik helyen, kívül pedig érkezni fog majd Happy Man. Jönnek a lovak most már a befutó egyenes, és még mindig vezet Berkenye a startút. A Berkenyét elsőként megtámadja majd a befutóban Búbita. Berkenye, Búbita, Diplomata és Mirabolán. Négy ló szinte teljesen együtt, kívül pedig még Happy Man is elindulhat. Óriási küzdelemre van kilátás, és Lady Kate is támad benne a falon, pedig ott van Kolibri. Még azonban vezet mindig Berkenye szlovák lovasával. Berkenyét megtámadja Mirabolán. Jön Mirabolán Berkenye mellett. Úgy tűnik, hogy Diplomata lendülete megtört. Nagyon védekezik Berkenye, még mindig elől van. Ki fogja megverni Berkenyét a mai napon? A válasz Mirabolán lehet majd a kérdésre. Mirabolán a végén nagyon erős, és Mirabolán nyeri a versenyt. Mirabolán Deisler Virginiával a nap ötödik futamának a nyerője. Start, elindult az 1400 méteres verseny, összességben jól sikerült az indítás. Zanetta kapott egy picit gyengében lábra, helyből Vuxi nagyon gyors Gönci Rebekával. Vuxi első handicapjében nagyon jól kezdett, mögötte ott van Maxi Morosházáról, illetve napos színeit látom még a közvetlen élmezőnyben, és jó pozícióban Leon a profi. Leona profi van tehát Lian Alexandrával a közvetlen élmezőnyben, amikor a lovak áthaladtak most már az ügető átjárón, a mezőny végére esett vissza, többek között zárkózott. A lovak a túlsó oldalon járnak, amikor még mindig vezet Vuxi. Vuxi mellett Leona profi színeit látom, illetve részcsengők, hárman fejfejt galopoznak, mögöttük pedig a nagyon jól együtt haladó üldöző bojt Maxima vezetésével látom 4-5 hosszal. Handicapben Vuxi kicserélt lóként fut, Vuxi nagyon meggyőző a verseny első felében, Vuxi előnye egy másfél hosszra tehető Leona profival szemben. Vuxi, Leona profi és részcsengő, ez az első három ló sorrendje az élen lévő három ló közül, Vuxi megy a legkönnyebben, és jön Maxima Orosházáról. Maximát is régen láttuk futni, csak úgy, mint lovasát, és jól tartja magát, benne a falon pedig napostak van, remek momentuma. Vuxi azonban csak sétál, Vuxi nagy fölény meglepetése nyerheti ezt a versenyt végigvezetve, amikor a lovak most már a távoszlopnál járnak. Vuxi könnyen kézből galopozik, a többieket mind erősen kell lovagolni. Vuxi lovasa néz jobbra, néz balra, Vuxit a mai napon nem lehet megnyerni.
nyerni. A látottnál is nagyobb stílusban fog győzni Vuxi. Vuxi első handicapjében majdnem elhagyta a lovasát is, így is belefért. Ez tehát a nap hatodik futama. Start elindult az 1800 méteres verseny, és gyengén kezd King of Marmalade, és Black Blade is gyengén kap lábra, összességében azonban jó startot látunk, és Golden Journey az többek között, aki fogára vállalja a vezetést, és Grand Torino az első 150 méter megtétel után Grand Torino jó tempóban megy el vezetni, ne feledjük el, hogy mély a pálya, Grand Torino 3-4 hosszra növeli előnyét, és ezzel egy érdekes szint vihet majd a versenybe. Grand Torino nagyon jó tempót diktál, akaba résen van Georgievvel, és ott van a harmadik helyen. Mögötte látom jelen pillanatban Red Hot Calypso-t, Silent Blessing-et próbálják, ő várásra lovagolna picit hosszabb távon, és Silent Blessing ott van a középmezőnyben, és megérkezik Separate Opinion is a közvetlen élmezőny mögé. Grand Torinónak csökkent az előnye, de továbbra is remek tempót diktál, amikor az ügető átjárót elhagyták most már a telivérek. Csodálatos versenyt látunk 2015-ben a Milanumi díjban, vezet továbbra is Grand Torino gyakorlatilag a start óta. Grand Torinóra tapad, akaba, Grand Torino, akaba, és Golden Journey, ez az első három sorrendje, és Silent Blessing megérkezett most már. Silent Blessinget föllovagolta Jaroszláv Linek oda a negyedik helyre, a középmezőnyben továbbra is Red Hot Calypso színét látom, és jól tartja magát röptűz a mezőny végén, King of Marmalade, ez némileg meglepetés, Panda és Black Blade zárják még a sort. Nagyon jól együtt az élmezőny, röptűzet már lovagolni kell lovasának, benne a falon sétál csak, illetve könnyen galopozik Separate Opinion, de egyelőre nincsen helye, mostorhoz kellett már Golden Journey lovasának nyúlni, és Grand Torino meglephet mindenkit, mert nagyon könnyen galopozik az élen. Grand Torino könnyen kézből vezet, és mind átnézett a lába között, hogy hol jönnek a többiek, és támadásba lendül akaba. Grand Torino és akaba nagyon messziről fog jönni, Separate Opinion nem nagyon tud jönni sem Silent Blessing, sem Red Hot Calypso, és Grand Torino tudja növelni az előnyét. Grand Torino harmadik győzelmét arathatja, a távoszopot elhagyva Grand Torino távolozza az egész mezőnyt. Grand Torino hatalmas stílusban fog győzni. Grand Torino nagyon régen látott stílusban nyeri a Milanumi díjat. Grand Torino föltartva fog győzni. Grand Torino a győztes, akaba mögötte a második, és a harmadik helyre megérkezett Red Hot Calypso.